Na sziasztok, ez most egy kicsit ilyen kötetlenebb jellegű videó lesz. Kiültem ide a koliba a tanulónak az ablakába. Ott látható fent a Szent Gellért szobor, meg a hegy. Hát alapvetően, amiről szeretnék ebben a videóban beszélni, az nagyjából így a BMW-n belüli kollégiumok közötti átköltözés. Nem gondoltam ki konkrétan azt, hogy most így mondatról, amiről szeretnék beszélni, csak úgy a nagy képet gondoltam át. Ugye én most jelenleg a BMW-ken tanulok mérnöki informatikát, most már 4 éve. Ugye erdélyi származású vagyok, tehát nekem alapvetően egy kézenfekvő megoldás a kollégium, főleg, hogy az elmúlt időben nagyon elszálltak az a bérleti árak is. Amikor kijöttem Budapestre, akkor sikerült felvételt nyerjek a Schöher Zoltán kollégiumba, ami egy nagyon szuper hely, meg tényleg egy nagyon kényelmes kollégium. Aztán itt is laktam 2 évig, majd utána kimentem Erasmusra Finnországba egy fél évet, mikor visszajöttem, akkor megint sikerült visszajutni a Schönherzbe. Majd az utána lévő fél évben sajnos, mivel nem volt annyira jó az átlagom, ezért átkerültem a másik kollégiumba. Azt érdemes tudni, hogy most jelenleg vikes hallgatóként 2 kollégiumba lehet kerülni, a Vásárhelyi Pálba, illetve a Schöher Zoltánba. Igazából mindkettő itt van a 11. kerületben közel egymáshoz, és átkerültem a másik koliba, ami arra fele van egy ilyen 5-7 perc séta innen. Oké, hát ezzel még annyira nincs is semmi gond, hát az a koli azért kicsit lerobbantabb állapotban van, mint a Schönherz. Az egyik szárnyát igaz, hogy felújították, de bonyodalmak miatt a másik szárnyba kerültem, mivel nem volt kész időben a felújítás, tavaly szeptember elején, és én már ki kellett költözzek a Schönherzből, közben is utaztam Törökországba, és összvisz 10 napot késett a felújítás, tehát ha úgy lett volna, hogy nem kérem azt, hogy helyezzenek át más szobába, akkor körülbelül 10 napig mondjuk ki az utcán kellett volna legyek. Jó, hát nem szó szerint, biztos valahol be tudtam volna kérezkedni, ismerőshöz vagy ilyesmi, de annyi cuccal, amennyi itt van, ez nagyon nehezen lett volna megvalósítható. És akkor itt ki is térnék a következő problémára, ami igazából inkább ilyen személyesebb probléma, az maga a költözésnek a mizériája, hogy egyszerűen, ugye így most már, hogy 4 éves vagyok, még kevesebbszer járok haza, mint az első években, akkor is általában egy ünnepek alkalmával jártam haza, most már nagyjából a nyarat sem otthon töltöm, hanem tavaly nyáron is itt dolgoztam Budapesten, úgyhogy ilyenkor az embernek az van, hogy a nyári cuccait hát már nem viszi haza, a télieket még nem viszi haza, úgyhogy úgy kell átköltözni, hogy tényleg konkrétan egy félházat a hátunkon hordunk. Szerencsére mivel szobatársakat ismerem, ezért szépen lassan egyesével át tudtam hordani a cuccaimat, úgyhogy a végén az utolsó napra annyi minden nem maradt, de úgyis körülbelül 3-4-et kellett forduljak. De még ami a bonyodalmat okozza a saját hibámon kívül, vagyis hogy hát ez nem is annyira hiba, maga a rendszernek a felépítése, ami így külföldi hallgatóknak, hát mondjuk az, hogy határon túli magyar hallgatóknak eléggé kényelmetlen, az pedig konkrétan az, hogy a költözés előtt 2-3 nappal derülnek ki az eredmények, hogy az ember bejutott a kollégiumba, avagy sem. És akkor, hogyha mégsem, hogyha az ember úgy van vele, hogy hú, hát ez eléggé határeset, lehet, hogy várólista lesz belőle, akkor utána van az embernek mondjuk 2 napja a kiköltözés előtt találni magának egy albérletet. És ezt azért valljuk be, hogy ez a rendszer így nincsen teljesen jól kitalálva, mivel persze albérletet lehet találni Budapesten, csak nem mindegy, hogy az ember 70 ezer forintot fizet, vagy 100 ezeret, vagy 120 ezeret. Úgyhogy én hasonló szituációba is kerültem, és még egy kis fűszer is került a dologba. Az pedig az volt, hogy mikor kerültek az előzetes eredmények, én reménykedtem benne, hogy mondjuk megtudom már akkor, hogy bekerültem a Schöher Zoltán kollégiumba, és úgy át tudok költözni kb. 5 nap múlva, azt hiszem január 31-én kellett kiköltözzek a másik kollégiumból,
és akkor voltak az átköltözések. Nem, bocsánat, alapvetően ki kellett volna költöznek a másik poliból 29-én, azt hiszem, akkor, hogyha az előzetes eredmények alapján nem nyerek felvételt ide a Schönherzbe. Na, én pont emiatt írtam is egy e-mailt a kollégium bizottságnak, a Vásárhelyi Pál kollégiumnál, hogy szeretnék kis haladékot kapni, mert lehet, hogy várólistás leszek, az a helyzet, külföldi hallgató vagyok, tudnék-e bennmaradni még tovább, hogy hát ha várólistán, ha jó helyre kerülök, akkor mondjuk pár nap alatt be is kerülnék onnan. Ezt megírtam január 14-én, és valahogy január 22-ig volt a határidő, hogy ezeket meg kell írni, aki szeretne valamilyen ilyen különösebb bánásmódot, tehát hogy több ideig bennmaradni, vagy ilyesmi, és akkor azt másnapra vagy két napon belül elbírálják. Én megírtam január 14-én, és kb. 26-án se érkezett még rá válasz, úgyhogy küldtem rá egy pinget, arra aztán már válaszoltak, hogy jól maradhatok 31-ig. Hát ez nekem nagyon jól is jött, mivel amikor kikerültek az előzetes eredmények, akkor kis hiba csúszott a rendszerbe, és nem írták be minden pontszámomat, ezért kellett leadjak egy felszólalást, ami majd szépen el lett bírálva, és szerencsére kiderült, hogy tényleg csak elírásbeli hiba történt, tehát felvételt nyertem a Schönherzbe, és átköltözhetek, úgyhogy ez igazából most erre a fél évre még egy nagyon megnyugtató gondolat volt. Viszont átköltözés is egy érdekes procedúra volt, itt a Kolinál volt egy kb. 2-3 órás késés a költözésbe. A másik helyen, a Vásárhelyi Pálba pedig a gondok 4-5-ig maradt bent, mint aki jól végezte dolgát, és addig le kéne adni a kulcsot, meg a hasonló szobához tartozó dolgokat, mint lámpa, ágynemű húzatok és társai, viszont ide még nem tudtam bejutni. Úgyhogy szépen fogtam magam, átbortam minden cuccom, szerencsére volt annyi bőröndöm, meg táskám, meg ilyen csomagom, amiben bele tudtam pakolni mindent, és akkor még ott találtam a gondokot, leadtam a dolgaimat, és onnan kijelentkeztem. Ide még mikor átértem, akkor pont úgy állt a sor, hogy ahova eredetileg beálltam, az előttem lévők következtek, és nagyon jó fejek voltak, visszaengedtek maguk mögé, illetve maguk elé a hátuknál lévő, úgyhogy onnan már zökkenőmentesen ment a beköltözés. Igen, meg ilyen kis extraként még megemlíteném, hogy nekem nem tudom, olyan ember vagyok, hogy ilyen nagyon apró dolgok is fel tudnak vidítani, viszont ugyanúgy nagyon apró dolgok is el tudnak keseríteni. Ilyen szokott az lenni, hogyha az embernek elsőbséget adnak az utcán, például akkor, amikor csomaggal vagy, ez nagyon jól tud esni, viszont hogyha nem, ha valaki gyurakodik, vagy ilyesmi, az pont nekem számomra egy ilyen bosszantó dolog, és ilyen szempontból ért egy nagyon pozitív csalódás is aznap, mikor költöztem át, jött szembe két fiatal gyerek, szerintem ilyen 16 év körüliek lehettek, egy fiú meg egy csaj, és úgy tipikusan azok, akiket úgy általában megbélyeged az ember, hogy hát ezek ilyen kis suhancok, meg ilyesmi, aztán már tényleg így távolról látták, hogy jövök a bőröndel, meg a cuccaimmal, félrehúzottak, elengedtek, mondtam, hogy köszi, hangosan mondták, szívesen, meg mit tudom én, és ez úgy tényleg számomra egy nagyon jó leső érzés, amíg vannak olyanok, hogy tényleg szemben egy 30-35 éves valaki, és egyszerűen félrelők, vagy félrejük, nem nézi azt, hogy te húzod magad után a bőröndöt, alapból szűk a járda, fel vannak állva az autó, és még te kell mondjuk felmászni az autóra, vagy félreállj, hogy megvárj, hogy ő lazán elsétáljon. Az ilyen dolgok pont, hogy eléggé ki tudnak akasztani. Úgyhogy ez egy ilyen jó hangulatba hozott ez a dolog, hogy láttam, hogy azért vannak még ilyen fiatalok. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire tetszett nektek így ez a stílusú videó. Szerintem még lesznek a jövőben hasonló beszélgetős részek, és most pedig nem sokára elmegyünk haverokkal egy hoki meccsre. Itt lesz a Tüskecsarnokban, nem messze van a kollégiumtól, Sportklub fog játszani a Ferencváros ellen. Úgyhogy erdélyiek, csíkszeredaiak lévén mi hatalmas Sportklub fanok vagyunk. Hokival nőttünk fel, rengeteget jártunk általános iskolás korunkban hoki meccsre, úgyhogy most megnézzünk egy meccset itt Budapesten, abból is berakok majd pár felvételt, illetve utána megyek majd edzeni, és beszeretnék nektek mutatni egy gyors bemelegítést, hogy tényleg hogyan
hogy melegítsétek be a testeteket szabályosan, részletesen, figyelve minden kis apróságra. Maradjatok velem, és jó szórakozást a videó többi részéhez. Sziasztok! Közben kis újra tervezés történt, mert mint kiderült, Pest Erzsébeten lesz a meccs, nem a Tüske csarnokba. Szóval, menjünk! Harmadnak. Hát egyelőre 4-2-re vezet a Ferencváros, úgyhogy nem lehetetlen még a dolog, de egész érdekes meccs. Történnek itt ilyen csúsztatások, hogy megfut az óra, nem állítják meg mikor le van fújva. Nem tudom, nem vagyok már olyan nagy hoki szakértő, annyira nem vagyok benne a dolgokba, de történnek érdekességek. Nem mondom, hogy kivel van a bíró, nem velünk, az biztos. De reméljük a legjobbakat az utolsó harmadra, két gólt még nem lehetetlen beütni, úgyhogy meglátjuk, mi történik. Na, hát sajnos jobban nem fordult a helyzet, mert végül is kikaptunk. Gólt nem ütöttünk már a harmadik harmadba, 5-2 lett az eredmény. Az ötödik gól az a Fradi részéről is mondjuk üres kapus gól volt az utolsó perc, amikor kivettük a kapust, alapból ember előnyben voltunk. Nem voltak toppon a fiúk, azt kell, hogy mondjam. A bíróságunk kedvezett. Szerintem majd a vágóképekből úgy látjátok a szurkolók reakcióját különböző bírói döntésekre. Én nem tartom saját soromnak azt, hogy eldöntsem, hogy mennyire voltak helyesek, vagy mennyire nem azokat, amiket befújtak, de szerintem is volt egy-két fura szituáció, amit be lehetett volna fújni, illetve amit befújt nem kellett volna. De hát ez van. Most pedig menjünk és edzünk egy jót. Ott találkozunk. Sziasztok! Itt is volnék ebben a
kis videó részletben pedig egy alapos bemelegítést szerettem volna nektek bemutatni, de csak így felgyorsítva, hogy lássátok általában én, hogy szoktam átmozgatni a testem edzés előtt. Ugye általában fentről lefele haladunk a fejtetőtől egészen a talpakig, mindent átmozgatunk. A nyak bemelegítésénél arra figyeljetek, hogy amikor fejkörzést végeztek, akkor azt csak vállmagasságig tegyétek, és semmiképp se feszítsétek a nyakatokat hátra, mivel ez nagyon megterhelő a nyaki csigolyák számára. Utána én mindig a vállamat szoktam alaposan átmozgatni, kar- és vállkörzésekkel előre, illetve hátra. Én jobban szeretek hangsúlyt fektetni a hátra körzések, tehát abból általában 2-3 ismétléssel többet szoktam csinálni, majd apró vállvonogatások, itt is inkább a lefele toló mozdulat legyen a dominánsabb, illetve oldalanként általában ilyen 6-8 ismétlést végezzetek, páros kézzel pedig 8-10-et is csinálhattok. Majd a csukló, illetve a könnyék bemelegítése sem maradjon el. Utána átmehetünk a törzsre, kis törzsdöntések oldalra, illetve kihajolgatások, ez nagyon jó a csigolyák széthúzására az egész napos ülő munkától, ez egy kicsit felszabadítja a gerincet. Utána törzshajlítás előre, törzsdöntés előre, itt egy kicsit szoktam játszani a földön, úgymond ezzel szépen nyújtom a hamstringeket, a combizom hátsó részét, majd medence billentgetés, ezt mindenkinek ajánlom, mivel segít a helyes testtartás stabilizálásába, illetve fixálásába. Utána a csípőt melegítem be alaposan, ki és befele körzésekkel, illetve különösképp figyelek arra, hogy a közelítőket megnyújtsam, mivel nálam azok speciál be vannak feszülve, de igazából mindenkinél, aki ülőmunkát végez, azok az izmok alapból rövidülésre hajlamosak, úgyhogy ajánlom a csípőizületi közelítőket alaposan lenyújtani. Majd a térdizületet, illetve a bokát ugyanúgy körzésekkel, hajlításokkal, illetve végezhetünk apró távolító gyakorlatokat is. Mindenképp azt tanácsolom, hogy a teljes testet melegítsétek be, akkor is, hogyha csak felső testre edzetek, akkor is ugyanúgy melegítsétek be a lábatokat. Majd a térnél ezek is térdkörzések, síelő mozdulatok, hogyha netán porckopásotok van a térdetekben, akkor ezt végezhetitek a földön hátrafekve, illetve a legvégén kis lábujjhegyreállásokat szoktam végezni, figyeljetek arra, hogy itt a talpatok gördüljön a talajon, és ne a lábujjhegyről essetek vissza a sarkatokra. Köszi! Még kiegészítésként az előzőekhez annyit hozzá szeretnék tenni, hogy ez nem szentírás, nem azt jelenti, hogy minden esetben ugyanígy kell bemelegítsetek, én csak az alap bemelegítést szerettem volna nektek bemutatni, úgymond az alapszabályokat, hogy tényleg melegítsük be az egész testet, mire figyeljünk különösképpen, melyik testrészekre, ez legyen a nyak, a váll, a csípő, a térdizület, a boka. Továbbá legyetek kreatívak, és egészítsétek ki ezeket a mozdulatokat általatok preferált más olyan gyakorlatsorokkal, mozdulatokkal, amik megfelelőek a bemelegítés alapszabályainak, amivel nem erőltetitek túl már edzés elején az izmaitokat, valamint arra figyeljetek még, hogy bemelegítéskor mindig dinamikus nyújtó gyakorlatokat végezzetek, soha ne tartsátok ki a nyújtást statikusan, több másodpercig, azt majd csak az edzés végén. Jó, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebbe a videóba. Próbáltam egy kicsit ilyen életszerűbbet, úgymond vlogszerűbbet összerakni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, tetszett ez így nektek, szeretnétek még ilyen jellegű videókat látni? Ha igen, akkor a kommentbe írjátok le, vagy lájkoljátok a videót, és akkor az alapján látom, hogy mennyire tetszett ez nektek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!